Kukisztál? Jól tetted. Inkább kint, mint bent, nem? Annak ki kell jönnie. Sziasztok! Most egy babás, illetve baba bemutató videóval készültünk nektek, ahogyan ezt láthatjátok is. Itt van előttünk 5 pici baba. Egyébként ez a család, a Bellis babák, ők hatan vannak, nekünk itt most 5 baba érkezett, de mindegyik nagyon különleges és nagyon jó pofán néz ki. Amennyire tudjuk, igaz, Mollika? Egy kis fiúcskánk igen. Van, egy, aki a Bobby Boo névre hallgat, és egy nagyon aranyos kis kendőcskéje is van. A többiek kislányok. Mondd meg, milyen nevük van, Mollika? Van egy Mak-Mak. Igen. Van egy Yami-Yami. Van egy Pinky Twink, és egy Mimi-Miau. Na, hát ezek nagyon-nagyon okos kis babák, sőt, inkább úgy lehetne őket jellemezni, hogy milyenek, furfangosak és egy picit rosszak. Tehát egy picit rosszalkodnak. Csintalanok. Igen, ez a legjobb szó rá, hogy csintalan, igen. Molly mindig nagyon szeretett babázni kislánykorában, és természetesen én is gyakran beültem mellé, és hasonló babái is voltak. Ezeket a babákat is gondozni kell. Tehát, hogyha valami problémájuk van, akkor azt meg kell oldani, etetni kell őket, itatni, betakargatni. Az ilyenfajta babázást Molly is mindig nagyon kedvelte, úgyhogy igazából nagyon örültünk, amikor megkaptuk ezeket a babákat. Molly már nem babázik igazából, de ettől még nagyon jó lesz velük egy kicsit játszani, és a családban meg a baráti körben sok kis gyerek van, ők nagyon fognak örülni ezeknek a babáknak. Na de szerintem válasszunk ki egyet, Mollika, amiket bemutatjuk, mert nagyon sok meglepetéssel készülnek ezek a kis babák, és az egyik babánál bemutatjuk, hogy miket tudnak. Szerintem legyen a hozzánk legközelebb lévő... Ez! Jó. Pinky Twink. A Pinky, jó. Na akkor a többieket egy picit ide félre toljuk, de azért persze ők is látszódnak közben. Egyébként nagyon aranyosak, olyan látványosak. Na, bontsd ki Mollikám a dobozából ezt a kis Pinky Twink babát, és meglátjuk, hogy mivel készül számunkra, mert ezek a babák beszélni is tudnak, mindenféle hangokat adnak ki, olyannyira, hogy azokat a hangokat nem csak a szájukon adják ki, hanem mondjuk a fenekükön is. Ebből már rájöttetek, hogy mi az, aminek olyan jellegzetes hangja van, de majd mindjárt bemutatja nekünk Pinky, hogy ő mit tud. Egy útmutató is, ami megmutatja, hogy mi mindent kell csinálni a babával. Hát itt van a mi kis Pinky Twink babácskánk, nagyon aranyos egyébként, olyan cuki kis fofia van. Szóval az a lényege ezeknek a babucikáknak, hogy mindegyik baba pelenkája rejt egy kis meglepetést. Van benne egy kis, ugye, kaki, amit a babák oda szoktak csinálni a pelenkába. Viszont ez nem közönséges ám, hanem maga ez a kis baba termék, vagy akármi, megmutatja, hogy a babának mi a baja. Mindjárt kibontjuk a mi kis babánk pelenkáját, és meglátjuk, hogy mi a problémája. Létezik a babákhoz egy első segélykészlet is, ami rajta van ezen az útmutatón. Azt mi még most nem kaptuk meg, ezért azt nem tudjuk megmutatni nektek, de egy következő videóban arra is kitérünk. Az ugyanis tartalmaz mindenféle olyan dolgot, például szuper ételt, meg orrszívót, amivel szintén meg lehet oldani a babák problémáit. Na de most, nézzük meg! Szerintem mi most megbirkózunk azért az ő problémáival, vagy legalábbis meglátjuk, hogy megbirkózzunk rá a mi kis babánk problémáival. Na, Mollika, először is üzemeljük be, itt a babának a pocakján van egy kis köldögzsinór-szerű dolog, és ezt ki kell húzni, azzal üzemeljük be a babát, és akkor állítólag elkezd beszélni, meg minden dolgot csinálni, és hát, hogy a beszédét megértjük-e, azt nem tudjuk, mert Belli nyelven beszél, az ő kis saját nyelvén. Na de Mollikám, légy szíves, üzemeld be a mi kis babánkat, és meglátjuk, hogy mi mindent csinál, meg azt is meglátjuk, hogy mit rejt a pelus, és arra mi lesz a gyógyír. Elkezdett dobogni a kis szíve.
Jaj, de édes. Na, milyen? Jaj, de aranyos. Valamit mondja. Te nagyon cuki. Neki is tetszik. Hát ez nagyon cuki. Ezt folyamatosan mondja. Próbáljuk megérteni, mit mond, Molika. A saját nevét. Milyen kis okos, már tudja a saját nevét. Azt jól tudja. Igen, a saját nevét le tudod ültetni? Jaj, de cuki vagy. De cuki. És azt olvastuk, hogy ha két ilyen babácskát egymással szemben ültetünk, akkor egymással is kommunikálnak. Álmos? Nem tudom, olyan volt, mintha ásított volna szerinted? Nézzük, el lehet fordítani a kis fejét? El lehet fordítani, tehát oldalra is tud nézni. Hú, de nagyon óvatosak legyünk ezzel a fordítgatással. Egyszer, amikor... Te befogod, édesem? Folyamatosan. Mert ki lehet kapcsolni? Ki lehet? Azt hiszem, hogyha a köldökét hosszan megnyomod, akkor kikapcsol. Próbáld meg, hosszan nyom meg. Kikapcsolt. Na jó, van, most egy picit maradjál csendben. Jó, amíg elmesélem ezt a történetet. Az nem úgy van, hogy majd belefolytjuk a szót. Szóval az a történet, hogy Mollynak, mikor pici baba volt, egyszer elfordítottam a kis fejét a pelenkázó asztalon, hogy kipucoljam a kis fülét. És valahogy lehet, hogy hevesebben sikerült a mozdulat, de úgy elkezdett sírni, pedig nem ártottam neki, esküszöm, de én abban a percben úgy éreztem, hogy én valami csapnivaló anya vagyok, hogy megnyitatom a gyereket csak azzal, hogy oldalra fordítom a fejét, úgyhogy erről leszoktam az ilyen hirtelen mozdulatokról. Na de most jöjjön a legérdekesebb rész, ugyanis a pelusban van a meglepetés, amivel a baba tudtunkra adja, hogy mit is, mire is van szüksége igazából. Nézzük meg a... Na, hello, visszatértél? Jól van. Nézzük meg, hogy mi van a pelusban. Egyébként minden kis babának itt a fenekén van egy ilyen úgymond tetoválása. Neki például csillag van, ami a kis takaróján is látható. Van is a pelusban egy kis termés. Na nézzük, hogy ennek mi a jelentése. Ennek a pelenka tartalomnak az a neve, hogy pimpampú. Itt el lehet olvasni, hogy ehhez a pimpampú nevű termék, végtermékhez milyen gyógymód tartozik. Hogyha ilyen a baba a széklete, akkor mit kell csinálni? Ó, túl sok tejet adtunk neki. Ja, hogy azért lett ilyen a... Kaki. Túl sok tejet kapott. És mi a gyógymód? Vizet kell neki adni, és egy kis vitamint, ami a elsősegélydobozban van benne. Jó, a vitamint most nem tudjuk odaadni, de ha megérkezett, oda fogjuk neki adni. Viszont akkor most mondjuk azt, hogy ebben a cumis üvegben víz van, akkor Mollika picit itasd meg a babucit, nem, mert ugye vizet akarom. Kell. És még amellett meg kell ölelgetni. Még az is a gyógymód. Így van. Vizet kell neki adni, és meg kell ölelgetni. Egyébként itt van ez a kis takarója, ezt is bemutattuk már. Ezzel be lehet takarni, ugye, hogy ne fa... Jó, hadd beszéljen. De előbb itasd meg. Jól van. Megvolt a vizecske. Akkor most burkolj bele a plédecskébe, és ölelgesd meg, mert az is a gyógymód része. De édes hangja volt. Jó, jól van. Na, azt gondolom, hogy meggyógyítottuk a mi babánkat. Egyébként úgy lehet a cumit a szájába tenni, hogy a szájában van egy ilyen kis mágnes, és ezen is van egy kis mágnes, és így rátapad. Hát szóval nagyon kis aranyos baba, tényleg. Milyen jókat nevet. Szerintem sikerült őt megnyugtatnunk. Pukizott! Pukizott! Pukiztál? Jól tetted.
Inkább kint, mint bent, nem? Annak ki kell jönnie. Úgy van, egyetért velem. Hát jól van. Szóval nagyon-nagyon aranyos kisbaba, tényleg. Szóval nagyon jól el lehet vele játszani, folyamatosan beszélget veletek. Lehet pelenkázni, etetni, mint a többi babát is. Viszont ő folyamatosan visszajelzéseket ad, hogy ő hogy érzi magát, és hogyha jól érzi magát, akkor nevetgél. Most is pukizott! És folyamatosan pukizik. Hát lehetséges. Hát gyerekek, emellett a babuci mellett nem lehet unatkozni, az már egyszer biztos, szóval nagyon aranyos, nagyon kedves kis babácska. Úgyhogy örülünk, hogy bemutathattuk nektek. És a következő videókban a kis társait is bemutatjuk. Na hát ez milyen mulatságos. Szóval a következő videókban a kis társait is bemutatjuk majd. Szóval gyerekek, babázni nagyon jó. Tényleg. Tehát oké, Molly is kinőtt már a babázós korszakából, én meg aztán pláne. Ezzel együtt néha elővenni egy ilyen aranyos kis helyes játékot, hát az embernek felderíti a napját, tényleg. Ugye? Köszönjük, hogy elköszöntél, így a végén nevedet is bemondtad. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok! Ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot erre a videóra, hogyha tetszett, és legyen nagyon szép napotok! Sziasztok! Nagyon cuki!